mind tudjuk, hogy a látszat csal. Titkoktól hemzseg a világ. Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem. Mindenek előtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel, néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Ez a rajz régóta ejti zavarba az embereket. Van, aki szerint egy ifjú hölgyet ábrázol, de mások szerint egy idős nő van rajta. Mi a válasz? Lehet, hogy direkt ilyen? Szóval ma láthat valós alapú történeteket, de merő kitalációkat is. A műsor végén elmondjuk az igazságot. Legyen rése. A valóság és a kitaláció közötti határ oly halvány, mint a képen. A pilóták Amerikában valóságos hősöknek számítanak a Wright testvérek óta. Bár manapság nagyobb szerepet kap a számítógépes technológia, mégis az eget meghódító ember esze, bátorsága és tehetsége számunkra magát a kalandot testesíti meg. Michael Rader apja is pilóta volt. A fiának hős volt, tanította és óvta őt. Michaelt ugyanúgy elcsábította a kaland szenvedélye. De semmi sem készíthette fel arra, ami aznap történt vele. Már nagyon rég nem jártam ezen a kis reptéren. Bezzeg az édesapám gyakran megfordult itt. Csak néhány percre szálltam le, nem a sors hozta, így minden el volt tervezve. Roger kávézójához érve megrohantak az emlékek. Hey, szevasz! Kisrác korom óta ismerem őt, amikor megkért, hogy vigyek el neki egy csomagot, igent mondtam. Szia! Michael, örülök, hogy látlak. Nem kérsz egy kávét? Dehogy nem. Jó, már is. Figyelj csak, hálás vagyok, hogy segítesz nekem. Isten áldjon. Bármit kérhetsz tőlem, szinte családtag. Ahogy megláttalak, hogy jössz erre, eszembe jutott az édesapám. Sokat gondolok rá. Remek fickó volt. Nem láttam nála jobb pilótát. Nagyon hiányzik. Nekem is. Hozom a pakkot, jó? A képen én voltam az apámmal. Akkor készült, amikor nekem adta a nyakláncát. Szörnyen nehezen hevertem ki a halálát. Valaki elviszi a gépet. A francba.
sem volt itt. De igen. Menjünk innen! Ne hagyd fel a robbanyot! Hogy repülhetett magától? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolt a robotpilóta? Ha igen, akkor vajon hogy került oda az a nyaklánc, amit évekkel korábban elvesztett? Mindvégig a gépben volt és a zuhanásnál valamiképpen előbukkadt? Vagy rejtélyesebb az igazság? Talán az apa szelleme elvitte a gépet, hogy megmentse a fiát. Döntse el, vajon ez a történet igaz, vagy csupán koholmány? Most jöjjön a rejtélyes igazságok második története. Egy nő szembenéz a félelmével. Egy tároló. Az emberek általában egy ilyen ládában tartják a fegyvereiket. Ha ártatlanoknak esne bántódásuk, azt nyilván ön sem szeretné. Tom Norse évekig itt tartotta a fegyverét. Kapott golyókat, egy engedélyt és egy kézikönyvet. Azóta két gyereket is felnevelt. A tároló biztonságos helyre került. De évek múltán a fegyvert előszedték, ugyanis a ház veszélyben volt. A most következő történet egy különleges fegyverről szól, amely megmentett egy nőt. Tudtam, hogy Tom előbb-utóbb megtanítja nekem a fegyver használatát. A környékünk egyre inkább veszélyesebbé vált. A házban addig mindig biztonságban éreztük magunkat. De amikor kiraboltak egy házaspárt, az utca túloldalán, majd azután az egyik szomszédunkat is, igencsak hamar elillant az a biztonságérzet. Tom régóta nekem akart adni a pisztolyt. Gyakran kijárt vele a lőtérre is, hogy lássa, még mindig jól működik-e. Csak hogy én nem voltam olyan erős. Sőt, nem hittem, hogy képes leszek meghúzni a ravaszt. Nem tudom, mi lenne, ha meglátnám azt a betörőt ebben a házban. Sajnálom, hogy nem voltam itt. Drake-ék arra ébredtek fel, hogy a símaszkos pasas tőlük 2 méterre. Halálnyugodtan matad a fiókban, miért sem vet rájuk? El kell ismerem, ez a betörő nagyon bátor. A rendőrség szerint egy férfi felel az egészért. Remélem is. Nem örülnék neki, ha ez a környék a bűnözök mekkájává válna. Miféle elmebeteg gondolja úgy, hogy a betörés helyes életmódnak számít? Remélem, hamar elkapják. Nem biztos, hogy el kéne utaznom. Lemondom az utat. Jaj, drágám, hiszen rengeteget gürcöltél, és végre előléptettek. A gyerekek kirepültek a fészekből. Ideje, hogy kövesd az álmodat. De... Nem lesz semmi baj. De... Jobb, ha biztosra megyünk. Jaj, ne, Tom, azzal csak lábon lönném magamat, higgy nekem. Ez a pisztoly csak rossz emberekre lő. Ezt az apád mondta? És elhitted? Természetesen elhittem. Elvégre rendőr volt, és ezt a fegyvert használta. Miért vitatkoztam volna? Nem is tudom. Szerintem ez rossz ötlet. Igazából már a látványától is kiráz a hideg. Ne izgulj, kiviszlek magammal a lőtérre. Hidd el, amint hozzászoksz a használatához, nem fél soha többé. Felejtsük el az egészet, reménytelen eset vagyok. Egész jó voltál. Még a lőlapot sem találtam el. Ez volt az első alkalom, ne izgulj, majd belejössz. Biztos? Mikor? Imádkozom, hogy ne kelljen használnod a fegyvert, de ha mégis, tudod, hogyan kell. Aznap éjjel a fegyver miatti szorongásom és félelmem mindennél erősebb lett. Thank you.
Semmi baj, csak álom. Nyugodj meg. Olyan valódinak tűnt. Meghúztam a ravaszt, de a pisztoly nem sült el. De ez a fegyver hibátlanul működik. Te is tudod, hogy már nagyon régi. De, hogy az apám jó karban tartotta. Bár keveset használta, mindig alaposan kitisztította. Azt meghiszem. Megbízhatsz benne. Ne higgy az álomnak. Rendben. Ne álmodj rosszat. Nem ígérem meg. Ne mondjam le az utat. Ne, dehogy is. Nyugi, túlélem. Gondolj a munkádra is. Nem lesz gond. Néhány nap múlva Tom végül elutazott, és nekem újból át kellett élnem a hátborzongató megérzésemet, de ezúttal nem álom volt. Képesztő módon lelőtte a betörőt, aki egész végig a házunkban rejtőzködött. A fiú hazamegy az éjszaka közepén, de mivel elhagyta a saját kulcsát, a terasz ajtón átjön be. Azonban egy betörő is épp akkor hatolt be a házba. Hogy a fiú esetében nem sült el a fegyver, de azután véletlenül eltalálta a betörőt. Lehet, hogy ez a fegyver tényleg különleges? Csak az ártó szándékúakat sebzi meg? Vagy a történet az íróink képzeletében született meg? Most jöjjön egy különleges erővel bíró festő története, aki uralta az életet és a halált. Miféle rejtélyek lappanganak egy képbe? Miért tűnik úgy, hogy a festmény szeme folyamatosan követ minket? Az tény, hogy ha valaki képet fest rólunk, az egy rendkívüli élmény, és abban mindenki egyetért, hogy az alkotás túléli a szemét és a festőt. William Corzin is festő volt, aki mindenkinél jobban megértette a képek hatalmát. Felmerül a kérdés, hogy a festmény mit örökít meg? Az életet vagy a halált? A művészet megtévesztő és összetett műfaj. Az emberek vitatkoznak rajta, megpróbálják értelmezni és ezután körülírni. William Corzin tájképeket festett, de áttért az arcképekre, és felfedezett magában egy különleges erőt. Ez a történet egy olyan művészről szól, akit a sors páratlan képességgel áldott vagy átkozott meg.
képes volt megváltoztatni a lefestett személyek életét. Elkészült. Teljesen kész lesz. Szerdára? Esetleg még ráér? Nem. Nem hittem, hogy ilyen hamar meg lesz. Miféle különleges erőt kapott William Corzin a sorstól? Mi volt az ügyfeleiben a közös? És miért van az, hogy Edith Waterson a többiekhez hasonlóan nem jött el az elkészült képért? Ez nem helytelen. Dehogy is az! Kiválasztott vagy! Különleges ajándékot kaptál! Ahogy a kétségei nőttek, úgy a hírneve is. Rejtélyes képessége titokban szájról szájra járt bizonyos emberek körében, akikben volt valami közös. Kérem, folytassa! Fessen csak! Jó hírem van. A kép elkészült. Tetszeni fog ön. Köszönöm. És mikorra lesz? Hétfőn már érte jöhet. Az emberek számára William volt a megváltás, ugyanis ő szabadította meg őket a szenvedésüktől és kínjuktól végleg. Hello. Segíthetek? Hát, szeretném, ha képet festene rólam. Sajnálom, ez egy magánműterem. Tudom. Hallgasson meg, nincs túl sok pénzem. Nem is tudok sokat fizetni, de szükségem van arra, hogy lefessen. A pénz nem számít. Rendkívül válogatós vagyok. Mrs. Waterson azt mondta, hogy tud segíteni. A lehető leggyorsabban festette le. Megragadta a lány szellemét a festővásznon. Elhatározta, hogy mindörökre véget vet a lány gyötrelmeinek, aki a segítségét kérte. Elkészült. Megvan a képe. Valami baj van? Dehogy. Nincs semmi baj, csak elképesztő. Nem hittem, hogy ekkora hatása lesz. Mikor vihetem haza? Szerdán érte is jöhet. Michel képe az eddigi legjobb alkotása volt. Azonban a következmények tragédiához vezettek. William Corzin? Igen, mit parancsol? Michel Taylorról van szó. Mi van vele? Meghalt. Lenne néhány kérdésem. Megtudta, hogy ő látta utoljára élve. Michel nagyon rejtélyes körülmények között hunyt el. A festő letaglózó erejű dolgokat tudott meg a lányról. Csak úgy cikáztak benne a gondolatok. Hogy bízhatott meg ilyen vakon a lányban? Mi a baj? Óriási hibát követtem el. Ezt meg hogy érted?
Itt járt a rendőrség. Michelle Taylor meghalt. És talán nem ezért festetted le? Csak hogy nem volt beteg. Csupán depressziós, mert a barátja elhagyta. Édes Istenem! 23 éves volt. Még előtte állt az élet. De én lefestettem. Megöltem. William befejezte az utolsó képét. Napokon és éjszakákon át dolgozott, hogy végre elkészüljön. És a kép kétségtelenül a legjobban sikerült festménye lett. A holttestére reggel talált rá az asszisztense. A boncolás szerint szívroham végzett vele. Így akart megszökni a törvény elől? Vagy tett egy utolsó kétségbe esett kísérletet arra, hogy eloszlassa a bizonytalanságát, a kétségeit, hogy képes örökre befolyásolni az emberek életét? Vajon tényleg képes volt kioltani a lefestett személyek életét? Vagy a halálesetek csak a megromlott egészségi állapotokból következtek? Ha igen, mi okozta Michelle Taylor halálát? Egy ifjú nő volt ereje teljében. Persze, ott volt a nagy szerelmi bánat. Ráadásul mindannyian tisztában vagyunk a depresszió egészségkárosító hatásaival. De akkor mibe halt bele William? Úgy lett öngyilkos, hogy önarcképet festett? Vagy a szívét akkora teher nyomta, amitől az felmondta a szolgálatot? Vajon ez a történet valós eseményeken alapszik, vagy csak egy művészi megtévesztés? Következik két kíváncsi fiú története, akik egy kórház mélyén felfedeztek egy halálos titkot. A belépő óriási kincsnek számít. Oda mehetünk vele, ahová csak a kedvünk tartja. Kevés embernek van ilyenje. Az emberek több ezer dollárt is kiadnak érte egy sporteseményen, vagy mondjuk akár egy koncerten. De egy kórháznál más jelentést kap. Kizárólag a legfőbb orvosok kaphatnak ilyet, mi csupán találgathatunk, hogy vajon miféle titkok rejtőznek egy kórház legmélyén. Egy belépő segítségével két fiú kalandra indult. Eddie-vel a közös kórházi szobánkban találkoztam először. Nem igazán ismertem, de tudtam, hogy az apja a kórházban dolgozik, és hogy fél a haláltól. Az orvosok nem tudták megállapítani a betegsége okát. Később kiderült, hogy rossz a szíve. Azonban azelőtt kizárólag annyit tudtam róla, hogy szörnyen unatkozik. Ugyanúgy, ahogy én is. Abba hagynád, megőrjítesz! Száz csatorna, és nincs semmi jó. Szervusz! Szia, apa! Te hogy vagy, Kevin? Soha jobban, Doki. Fincsi zöld borsót kaptunk vacsorára. Részvétem. Friss a levegő itt. A borsó is az volt. Hé, apa! Ha már itt dolgozol, vizsgálj meg, és vigyél haza. Bocsi, már csak egy nap. De nincs semmi bajom. Csak megvizsgálunk, hogy biztosra menjünk. Bocsi. Már csak egy nap. Bizony. Hé, el kell mennem a tesódért. Árulok. Jó éjszakát, fiam. Viszlát, Doki. Viszlát, Mr. O'Connell. Úgy érzem, apa valamit eltitkol előlem. Lehet, hogy halálos beteg vagyok. Ha király lenne, akkor az enyém az egész szoba. Mit csinálsz? Az apád jobban is vigyázhatna a cuccáira. Elcsortad? Inkább kölcsön vettem. Vissza kell adnod. Az apádnak ma már nem kell. Menjünk, nézzünk körül. De ha félsz, akkor maradj itt és bámuld a reklámokat. Figyelj, az apád mindig is ebben a kórházban dolgozott, és én már minden zegzugot bejártam.
Szerintem egy helyet kihagytál. Hullaház, belépni tilos. Hagyd abba! Nyugi! Már csak! Hullá, jó? Agyatlankodik a kórházban. Szerintem vissza kéne mennünk. Ah, segítség, szabadíts ki! Tudod, hogy mekkora bajba kerülhetünk? Na, ne bajjunk már, Robert! A királyság! Csigavér! Lássuk, ki van az első színpad mögött. Üvezben hoztál? Jaj, bocsáss meg, tudom, hogy félsz a haláltól. Elég, én visszamegyek. Amikor felébredtem, Eddie eltűnt, de hallottam a nővéreket. Hihetetlen, hogy Dr. Anderson mindkét fia, Eddie és Chad egy éjszakán halt meg. Mi történt? Hát borzongató az egész. Dr. Anderson balesetet szenvedett, és Chad a kocsiban volt. A doktor úr sérülés nélkül megúszta, de a fia azonnal meghalt. Mi történt Eddie-vel? Chadet behozták a hullaházba. Amikor Eddie kiosont, és rátalált a testvére holttestére, szívrohamot kapott. De érthető, egy petélyű ikrek voltak. Sosem felejtem el Edit, sem azt az éjszakát. Ha Eddie inkább a szobájában marad azon a végzetes éjszakán, talán még ma is élne. Akkor az apja kedvesen, finoman közölhette volna vele a halálhírt. Ehelyett maga bukkant rá a testvére holttestére, és ezt a gyenge, törékeny szíve már nem bírta. Csak azért, mert bement oda, ahova nem kellett volna. Vajon a sors hozta úgy, hogy egy kíváncsi fiú és a testvére holtteste együtt legyenek egy időben? Vagy csak mi próbáljuk becsapni önt? Egy rádiós műsorvezető titokzatos hívást kap egy ismerősétől. Ezúttal vajon mi lesz a rejtélyes igazság? Itt Jonathan Frakes beszél, ön a következő hívók. A szó elszáll, az írás megmarad. Ezzel a rádiósok nem értenek egyet. A rádiós műsorvezetők csak is a szavukat használják, hogy elérjék az embereket, és befolyásoljanak mindannyiunkat. De általában a legfőbb céljuk a szórakoztatás. Bár úgy tűnik, hogy a beszélgetések során a két fél egyenlőnek számít, valójában a rádiós az úr. Egy gombnyomással bárkit lekeverhet. Mi van, ha az irányítás kikerül a rádiós kezéből? Ha az adás hirtelen rémálommá változik? Megmarad a szórakozás? Jól van, egyes hallgató, kinképp most rád figyel, lövd a sallert!
a nevem Barry. Nem téged kevertelek le pár percet? Guy Kincaid az egyik legmenőbb rádiós volt. Olyan népszerű volt, hogy felmerült az országos sugárzás lehetősége is. Csak hogy Clyde inkább kihasználta az embereket. Valójában neki senki se számított, még a rajongói sem. Csak egyszerű számokként gondolt rájuk, számokként, akiktől megnő a hallgatottsága, és így sokkal híresebb, gazdagabb és nagyobb lesz. Egy repülőcsésze aljas. Tényleg azt hiszi, hogy látott egy UFO-t? Hadd mondjak valamit, kis saj! Neked elment az eszed, flúgos vagy, mosogató lé került a fejedbe, érted? Miért nem viszel nekem? Azért, mert hülye vagy. Szabadságra ment az eszed már, ha volt. Arrafelé a hülyeség ragályos, mert akkor nem utazok oda. Csak azt mondom, hogy a kertemben üldögéltem, amikor megláttam. Na, csók a családnak! Következő hívó, kicsit rád figyel, lögd a sódert. Clyde Kincaiddel beszélek? Nem, Michael Jacksonnal. Nem tudom, mit szedsz, de sürgősen szokj le róla. Szeretném tudni, hogy Clyde Kincaiddel beszélek-e. A dilisek elfoglaltak a világot. Jöjjön a következő hívó. Na gyerünk, lögd a sóder. A fiáról szeretném kérdezni. Robbie Griffinről. Parancsolsz? Emlékszik Robbie Griffinre? Na, tedd le a kagylót, az ápolók már keresnek. Úristen, már az elmegyógyintézetben is van telefon. Mindjárt jövök. El ne tekerjék a rádiójukat. Clyde, van egy kis technikai gond. Pontosan miről is van szó? Nem halljuk a hívót, olyan, mintha magadban beszélnél. De én hallom. És ha lehet, ezentúl szűrjétek ki az elmerodgyantakat. A lelki ismeret nem Isten hangja, hanem Isten ajándéka. Mindegyikben ugyanaz van! Dehogy is. Clyde Kincaid jelentkezik. Következő hallgató, most rád figyelek. Megint én vagyok. Ennyi, nem engedtem meg, hogy repetázzál. Próbálkozz máskor. Hé, nem kértem valamit? Semmit se hallunk. Semmit. Semmit. Willy, következő hívó Kincaid, rád figyel. Nem válaszolt a kérdésemre. Emlékszik Robbie Griffinre? Igen, emlékszem Robbie Griffinre, de ha azt hiszed, hogy kiragadhatsz egy nevet a múltamból és zaklathatsz vele, óriási tévedésben élsz, minden rosszat. Kincaid rád figyel, lögd a sódert. Hiába próbálkozik, nem szabadul meg tőle. Mi a franc ez? Ezt nem értem. Kincaiden kívül senkit se hallok. Itt valami rohadtul nem stimmel. Jó van. Dumáljuk meg a dolgot, rendben. Végül is mindig őszinte voltam a hallgatókkal. Miért ne lehetnék az veled is? Jó néhány évvel ezelőtt Fort Wayne-be kellett mennem. Megismertem egy csajt. Le is feküdtem vele. Érted? Pár hónapra rá felhív, és azt mondja, hogy terhes, és megtartja a babát. És sosem látogatta meg a saját fiát. De egyszer meglátogattam. Újból Fort Wayne-be kellett utaznom. És úgy gondoltam, megkeresem. Oda mentem, ahol a srác lakott. És láttam őt, amint önfeledten dobál egy teniszlabdát. Olyan elművelő volt. Oda akartam menni hozzá. De megrémültem. Elfelejtetted, hogy volt rajtam egy baseball kesztyű is? Ki vagy te? Én vagyok az apa, Robbie. Te nem lehetsz ő. Robi tavaly meghalt! Mindjárt berosálok. Ki az a Robi? Nem tudom, vigyük ki Clyde-ot. Clyde! Clyde! Clyde, nyisd ki az ajtót! Bámul. Clyde! Clyde! Szólok Artinak. Mi az érdeket akarsz?
kérlek, hagyj már békén! Sosem akartam gyereket, a karrierem fontosabb! Az Isten várja meg! Minek kell nekem egy gyerek? Ez már hihetetlen! Mit művel? Megőrült! Sokat gondoltam rád! Keverjétek már le! Próbálom, de hiába, egyszerűen semmi sem működik! Semmi baj, apa. Elszoktad. Ezt még ketten tudjuk. Ne merj engem apának nevezni! A fiam már rég halott! Beszélgessük, apa. Hallgass! 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 Apa, ne! Szállj el rólam, hagyd békén! Tettem a fiamnak! Tűnj el az életemben! Ki lehetett az a hívó? Vajon Kincaid fiának a szelleme, akivel a férfi sosem törődött? Valami furcsaság történhetett, mert pontosan 10 óra 25-kor a vihar tönkretette a rádiós berendezéseket. A telefontársaság szerint egy hívást sem kapott utána a rádió. Csak hogy mégis ekkor érkeztek a titokzatos hívások Robbie Griffith-től. Mellesleg Kincaid végleg visszavonult a rádiózástól. De érdekes, hogy azon az éjszakán hallgatták eddig a legtöbben. Vajon a múlt által kísértett rádiós története valós eseten alapszik? Döntse el! Nem sokára minden történettel kapcsolatban leleplezzük az igazságot. Kiderül, melyik volt igaz, és melyik volt egyszerűen kitaláció. Most végre megtudhatja, hogy melyek voltak megtörtént esetek, és melyek voltak hamisak. Az első történet egy pilótáról szólt, akinek a gépe magától felszállt, hogy megmentse a férfi életét. Vajon ezt kitaláltuk? Vajon ez az eset tényleg megtörtént? Igen, tényleg valósak az alapok. És az a történet, ahol a fegyver nem lőtt a hazatérő fiúra, hogy ítélkezett? A történet a fegyverről, amely ártatlanokra nem lőtt, szintén egy megtörtént esetet vesz alapul. Mi van a művésszel, aki látszólag ura volt életnek és halálnak? Vajon az igaz volt, vagy hamis? Szeretném, ha képet festene rólam. Sajnálom, ez egy magánműtő. Hallgasson meg, nincs túl sok pénzem. Nem is tudok sokat fizetni, de szükségem van arra, hogy lefessen. A pénz nem számít. Rendkívül válogatós vagyok. Mrs. Waterson azt mondta, hogy tud segíteni. Ha úgy gondolta, hogy egy művész tényleg a birtokában volt egy ilyen képességnek, jól tette. Igaz. Mi a helyzet a két fiúval, akik elemelték a belépőt és beosontak a hullaházba? Megtörtént? Áhá! Hagyd abba! Nyugi! Hey!
Eddie, ez te vagy. A történet a fiúról, aki miután felfedezte a testvére holttestét, maga is meghalt. Kitaláció. Az utolsó történet a rádiósról szólt, akit telefonon kísértett a halott fia. Te nem lehetsz ő. Robi, tavaly meghalt! Mindjárt berosálok. Ki az a Robi? Nem tudom, vigyük ki Clyde-ot. Clyde, nyisd ki az ajtót! Vajon a műsorvezető története valós eseményeken alapszik? Sajnos nem. Az egész mese. Megpróbáltuk bemutatni, hogy a valóság és a képzelet között halvány a határ. Ön tudta, hogy melyik? Elhiszi már, hogy némely igazság meghazudtolja a logikát, és már-már hátborzongatóan rejtélyes? Viszontlátásra! Ne hagyja ki a következő részt sem, mert újabb rejtélyes igazságokat leplezünk le. Maradjanak velünk, mert azonnal kezdődik az emberi történetek 100 000 skalp, a Nőfaló című epizódja.